A Fish & Food Kft. 2013-ban alakult, a halüzem azonban 2020 óta látja el friss halárúval a vajdasági lakosokat. A prémium hal termékeiket a kor igényei szerint készítik. Kínálatuk nem csak a kiskereskedelmi szektor szereplői számára jelent kiváló választást, a vendéglátók is megtalálhatják szükségleteiket. Dávid Elvira másfél éve dolgozik az üzletben. Ponty, pisztráng, süllő, harcsa, busa, vannak tengeri halaink is, és azok is nem fagyasztva jönnek, hanem frissen, tehát legalább hetente kétszer kapjuk a friss sárút. A cég igazgatója Szabó Árpád elmondta, a vállalkozás számára fontos a folyamatos minőségi termékfejlesztés, idén 80 millió dinár értékű beruházásra került sor. Ezek a támogatások nagyon segítik a munkánkat, mink többek között pályáztunk szállítóeszközökre is, amit szintén megkaptunk, amire szintén nagyon szükségünk volt. Most pedig pályáztunk ugye az utolsó pályáton egy hűtőházra, mivel raktároznunk is kell, tehát van raktárunk bérölve, de hát viszont szeretnénk saját raktárat, amit szintén pozitív az elbírás. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője elmondta, minden családi vállalkozás fontos. A Fish & Food Kft. Közepes léptékű fejlesztés valósított meg, egy dinamikusan fejlődő piacot szolgál ki. Mivel nem csak a kereskedelem, hanem a feldolgozás is része a folyamatnak, több embernek tud megmaradást biztosítani a szülőföldön. Péterével, mint egy relatív kis közösség, nagyon aktívan lett része a pályázatainkon. Mint egy 500 sikeres pályázat van Péter révéről, és 3,5 millió eurónyi támogatás érkezett ide, és 5,5 millió eurónyi értékben valósítottak meg projekteket, ami azt gondolom, hogy hatalmas előrelépés. Ha ekkora léptekkel szeretnénk fejlődni, akkor április 3-án a 3-as győzelmét kell biztosítanunk, legyünk ott mindannyian. A halüzem igazgatója elmondta, a jövőbeli tervek között szerepel új üzletek nyitása is, hiszen friss termékeikre egyre nagyobb igény mutatkozik vajdaság szerte.